Indul a nemzetközi részvénymustra. A megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság sújtotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük. Kapcsoljuk a stúdiót. Szép jó reggelt kívánunk Kababik Józsefnek, az Erste Befektetési Zrt. Üzletkötőjének. Szevasz! Sziasztok, szép jó reggelt mindenkinek! Na hát ma van a kedvesség világnapja. Mi más is juthatna eszünkbe a kedvességről, mint a Disney és a Disney filmek, ugye? Hát már amennyi, én ezt sose tudom összekötni, hogy ugye egyik serpenyőjében a mérlegnek van a Hamupipőke, Pocahontas, Hófehérke, stb. A másodikban meg a Star Wars most már. Hát azért van némi hasonlóság, a jóra tanítanak, tehát van jó oldalam. Azt hittem, azt fogod mondani, mindkettőben van hercegnő. Igen, mindegyikben van hercegnő. A lányaim szeretik is ezeket nézni, úgyhogy nekem három lányom van, úgyhogy ezekben képben vagyok az ilyen rajzfilmekben. Hát a nagyobbakat még nem nézik, mert ők meg annyira, azért még ahhoz kicsik. De valóban van jó és rossz oldal. A Disney-nek a gyors jelentés az lesz a rossz oldal, hogyha már ilyen... Itt tartunk, a 12,8 milliárd dolláros, mert a gyors jelentett csütörtök éjszaka és pénteken egyébként meglódult az árfolyama, 1,07 dolláros EPS-t ért el, a várakozás 1,14 volt, és az árbevétel a várakozás az 13,3 volt, de csak 12,8-at ért el, úgyhogy egyáltalán volt jó gyors jelentés. Ugye hát ide még az élményparkok is tartoznak, mert az nagyon jól hasít, jobban is hoztak az elmúlt időszakban. A média csatornák meg a filmstúdiók bevételei meg alulmúlták a várakozásokat. A kábel TV szegmensben 1,2%-kal 1,24 milliárd dollárra esett vissza év per év alapon a bevétel, ami a csökkenő reklámbevételnek volt köszönhető, tehát így szekciónként is vegyes a kép. És igen, hát nem volt jó gyors jelentés, viszont emelkedett az árfolyam, mert egyrészt azt mondták, hogy 2019-ben egy új, a Netflixhez hasonló saját internetes streaming szolgáltatással jelentkeznek, meg hát a nagy bejelentés valóban az volt, hogy Star Wars trilógiát indítanak, újat, ez egy teljesen más lesz, és ennek mindig megörülnek. Picit olyan érzésem van, mert hát 2%-kal emelkedett az árfolyam, 104,8 körül vagyunk, az elmúlt egy évben 92 és 115 között volt, a történelmi maximum az meg 120 volt, egyébként az 2015-ben csinálta, júliusban, novemberben fölment 120-ig, és onnan mindig visszapattant. Úgyhogy nagyjából... Tehát azt jelenti, hogy nem volt olyan nagyon fényes a gyors jelentés, mégis emelkedik, mert lesz Star Wars röviden ez a helyzet? Lényegében igen. Igen, uh-huh. meg ez a streaming szolgáltatás bejelentés is, de szerintem inkább a Star Wars miatt vették meg. Ugye sok-sok pénzt lehet erről szedni jó hosszú időn át, hogyha ügyesen csinálják. Kicsit ugye Tesla csinálja ezt mindig nagyon profi, hogy mindig elmaradnak a számok, meg késnek az autók, de mindig bejelentenek valami nagyon újat, nagyon szépet, és arra mindig megveszik. Abban leginkább ők a profik. Most azt hinni, a Disney is élt ezzel, úgyhogy... Jó, hát majd meglátjuk, mi lesz belőle. Na, okay, nem ugye az Nvidia, amelyik közzétette a gyors jelentését, az fölülmúlta a várakozásokat, ugye chipgyártó, grafikus chipek mellett, mesterséges intelligencia, bitcoin bányászathoz is ugye jelentős köze van. 2,64 milliárd dolláros árbevételt ért el, miközben csak 2,36-ot vártak, az ételig és nagy különbség van. 1,33 dollár lett az EPS, 1,08-at vártak, azért itt is jóval túlteljesítette a terveket, és hát a következő negyedével is erős várakozásokat közölt a cég, hát tehát jó gyors jelentés, még jobb várakozások, úgy látják, hogy erős a kereslet a csippek iránt, az autóiparból érkező bevételek lesznek majd 2019-től igazán jók, ők ugye bíznak a önvezető taxik elterjedésében, és hogy ott ehhez nekik közük lesz. Hát 216-on zárt, 5,27%-ot emelkedett. Szép! Ugye az elmúlt egy év meg háromszorozta nagyjából az árát, 66-on volt, most milyen 216 körül van. Hát ez ilyen történelmi csúcs körül járunk ennél is. Nézzük egy ArcelorMittal gyors jelentést. Az EBITDA 1,92 milliárd dollár lett, a várt 1,88-al szemben. Az üzemi eredmény 2,5%-a 1,2 milliárd dollárra emelkedett. Gyakorlatilag ez egy közepes gyors jelentés lett, 3,5%-ot azért emelkedett rá, mert ugye a kilátások jók, és Kínában ugye a környezetvédelmi okok miatt ugye egyre másra zárják be ezeket a
bányákat. Picit egy röviden, ugye múltkor mondtam, hogy ugye már gyors jelentések vége felé járunk, vagy legalábbis a kétharmad áron ugye lement az USA-ban, nagyjából az S&P 500-ban 7%-kal nőtt a profit a tavalyi harmadik negyed évhez képest, az azóta már inkább 8, miközben 22%-ot emelkedett az S&P 500, és hát ez most már az európai gyors jelentéseknél is az az érdekes, nagyjából 8, ott tartunk most, itt még azért messze nem járunk a végén a gyors jelentésnek, hogy már 8% profit növekedés éves alapon, miközben nagyjából 15%-ot emelkedtek az árak. Szerintem ez érdemes figyelni, és hát egy hír a végére adócsalással vádolnak Commerzbank vezetőket, fontos, nem a magát a Commerzbankot, hanem a vezetőket, volt és jelenlegi vezetőket. 40 millió eurónyi adót nem fizettek be, vagy nem számoltak ki, és nem adóztak le, vagy nem vallották be, és hát a német ügyészség, azok egyébként is sokat hallunk róluk az elmúlt fél évben, ugye német cégekkel kapcsolatban, ugye azért ügyesen végzik a munkát, tehát kivonult házkutatást tartottak, hát ez nyilván nem tesz jót, ugye azért magának a Commerzbanknak sem, de mondom még egyszer, inkább itt a vezetőkről van szó. Ugye magában a Commerzbank néhány napja jelentett, és az viszonylag egy jó gyors jelentés volt, 472 millió eurós nyereséget könyveltek el a harmadik negyed évben, az elemzői konszenzus egyébként kb. Ennyi volt, 477. Az árfolyam 12 fölött is zárt, most 11,89, vagy 0,9% mínuszban. Az elmúlt egy évben 6,4 volt a legalja, 12,16 volt a tetejeit néhány napja. Szerintem ez magát önmagában nem a társaságot érinti ez a hír, úgyhogy túl sok árfolyam reakciót azért nem várunk tartósan. Oké. Kerek volt, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Szerbusz, minden jót, jó munkát nektek. Szia. Kababik Józseffel, az Erste befektetési ZRT üzletkötőjével váltottunk néhány szót. Hamarosan jövünk vissza, 9 óra után a gazda rovata lesz itt. És hát kérem szépen, Kőkény Attilával, a talajdoktorral fogunk beszélgetni. Védjük a talajt! Mégpedig hogyan? Mihálovics gazda ezt a kérdést teszi fel, Kőkény Attila pedig megválaszolja. Előtte azonban természetesen velünk lesz Bejó Barbi, és elmondja a legfrissebb híreket. A nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.